Aurafotó, irisdiagnosztika, reflexológia. Csak néhány azokból a szolgáltatásokból, melyet igénybe lehetett venni a Dunaharaszti Mozgáskorlátozottak és a Tétalét Alapítvány közös rendezvényén. Mai napon itt a Művelődési Házban a Dunaharaszti Mozgáskorlátozottak és a Tétalét Alapítvány közösen szervezett programot, egészségnapot. Mi a fő témája és célja mai napnak? Hát természetesen az egészség, az odafigyelés, az, hogy el kell mondjam, hogy a hétvégén voltunk Siófokon, a MEOSZ-nak a rendezvényén, és ott, ahogy felszólaltak az emberek, arról volt szó, hogy hogy tudják ezt a helyzetet megélni, hogy tudjanak hozzájutni akadálymentesítéshez. Az egészségről nem esett szó, hogy igenis lehet javítani az állapoton, még ha születési probléma, akkor is. Tehát mi erről fogunk beszélni, hogy emberek, nem szabad belenyugodni, elfogadni lehet az állapotot, de javítani minden egyes állapoton lehet, megelőzni lehet, és nagyon-nagyon erről lesz ma szó. Igen, ugye több előadás is lesz a témával kapcsolatban. Kik tartanak előadásokat? Barna Csaba az első előadó, aki a kristályok gyógyító erejéről beszél, a kristályok csodájáról. Akkor Bujdosó Lászlónak az előadása az Elménk hatalma. Zemlényi Zoltán, ugye, aki írta a Hoppá Rézimi című könyvet, hogyha baj történik, akkor is tudni kell megélni az életet, és boldog tud lenni az ember. Bicok Zsófia a konfliktusmentes kommunikációról fog beszélni. Ugye nem mindegy otthon, hogy hogy beszélünk egymással, hogy megyünk el egymás mellett. Jakabfi Ádám az életről beszél, hogy igenis az életnek megvannak az örömei, és hát egy kicsit ott leszek én is, hogy igenis lehet fájdalommentesen megélni az életet, és itt nem csak a fizikai fájdalomról, hanem az úgynevezett lelki-pszichés fájdalomról is fogunk beszélni. És nagyon fontos a prevenció, és különböző vizsgálatok is lesznek itt a mai napon, mi mindent lehet kipróbálni. Bizony lesznek szolgáltatások, hát amire már jelentkeztek többen a reflexológia, tehát lesz talpmasszírozás, számítógépes állapotfelmérés, tenszkezelés, vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, és hát amit nagyon-nagyon szeretnek, kártya, jóslás, asztrológia, arcelemzés, irisdiagnosztika, és hát különböző egészséget javító termékeket is hozzá tudnak jutni a kedves emberek, hogyha érdekli őket és segíti az állapotuk javulását. A Dunaharaszti Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke még mindig Balázs Zoltán, távollétében azonban Petrovicsné Éva adott tájékoztatást. A Dunaharaszti Mozgáskorlátozottak Egyesülete hogyan készült erre a mai rendezvényre? Hát nagy szeretettel várunk mindenkit, akinek fontos az egészsége, és természetesen ugye a Tétalét Alapítvány volt, aki hozta azokat a szolgáltatókat, akik itt segíteni tudnak a rászorultakon. Milyen nehézségekkel szembesülnek a mozgáskorlátozottak, amin mondjuk esetleg a mai napon tudnak segíteni nekik? Hát nagyon sok. Először is nagyon sok az idős ember. Legtöbb idős ember az egyesület tagja, és hát beteg, mindenkinek van valami betegsége, meg hát lelkileg is tudnak itt segíteni. Igen. Talán ez még fontosabb is, ugye, hiszen nem mindegy, hogy milyen lelkülettel állunk a dolgok elébe. Igen, és ugye ezek az emberek többsége magányos. Azért is szervezzük ezeket a rendezvényeket, meg egészségnapokat. Itt azért egymással összejönnek, egymásra találnak, és gondolom én, hogy ez is nagyon sokat segít az ő magányosságukon. Milyen ez együttműködés a Tétalét Alapítvánnyal közösen? Nagyon jó. Nagyon jó. Ők egész mással foglalkoznak, mint amivel mi foglalkozunk. Mi inkább szervezünk ilyen esélyegyenlőségi napot, kirándulásokat. A Tétalét Alapítvány pedig hát az egészséges életmódot nyújtja nekünk. Milyen programjai lesznek a Mozgáskorlátozottak Egyesületének? Hát most a jövőbe kirándulásokat szervezünk, ugye attól függ, hogy a pályázatoknak az összegétől, és esélyegyenlőségi napunk lesz ősszel, októberben, meg hát ha úgy adódik, akkor egy záró rendezvényünk, évzáró rendezvényünk.